Hét napirendi pontot és különféléket tárgyalt ma reggel a székelyudvarhelyi testület, elsőként Bíró Edit új önkormányzati képviselő felavatási ceremóniájára került sor. Bíró a visszalépett Tankó Lászlót váltja a néppárti frakcióban, majd egyöntetően rábólintottak egy Európai Uniós pályázatban való részvételre és az ezzel járó költségek elfogadására. A pályázat célja az unió értékeinek tudatosítása, a polgári öntudat erősítése, a projekt keretében egyébként környezetvédelmi, civil és sporthetet is szerveznek. Ismét igazítottak a város költségvetésén, ezúttal három pályázati tétel került be a büdzsébe. Az önkormányzat asztalán a negyedik és ötödik napirendi pont a város Szejkefürdői határába tervezett hőerőmű által termelt hőenergia felvásárlásáról, az együttműködési szerződés megkötéséről, továbbá a létesítmény és a mellette felépülő üvegházak építésére vonatkozó zonális rendezési terv elfogadásáról szólt. Hosszas tárgyalás után ugyan a tanácsosok döntő többsége elfogadta az előterjesztett pontokat, de az MPP és az MNP frakció fenntartással van a terv iránt. Tulajdonképpen a tervezett, biomassa által üzemeltetett hőerőmű műszaki paramétereiben, illetve az alkalmazandó technológiában nem látnak kivetnivalót, annak megépítését hasznosnak tekintik, viszont főleg környezetvédelmi szempontból elhamarkodottnak tartják a projekt beindítását. Ugyanakkor, mivel a Szejkefürdőre tervezik, a turisztikai szempontokat is figyelembe kéne venni, hangzott el a tanácsülésen. A polgáriak azt vetették fel a tanácsülés előtt, hogy a kérdésben döntsön a lakosság, a néppártiak pedig átfogó környezetvédelmi hatástanulmányt kértek. A téma tárgyalásán a befektető is jelen volt. A hőerőmű a lakott területen kívül egy közel 35 hektáros területen magánberuházásként, de pályázati pénzek igénybevételével épülne meg. Működése nyomán akár 20-30%-kal is csökkenhet a lakosság által igénybe vett hőenergia ára Székelyudvarhelyen. A mai tanácsülésen megszavazták ugyanakkor a Budvár utca elején található épület együttes, az egykori Ucsekom iskola központ megvásárlását is. A találkozó a különfélék átbeszélésével zárult, többek között a Mártonáron tér felújítási folyamata került terítékre. Kiderült, hogy várhatóan jövő hét végén elkészülnek a munkálatokkal.